autózik az ember itt a Berlin belvárosában, azt kell mondjam, hogy nagyon durván, érezhetően világvárosról beszélünk. Ezerféle emberrel, nagyon színes öltözékkel, mindenféle fajta nemzet, nép, a hajléktalanul kezdve a nagyon gazdag milliárdosokig. Mindenki megtalálható, és nagyon durván lüktet az egész város, mindenki jön, megy. Rengeteg ember van a belvárosban, milyen szép piros a fejem. Úgyhogy én szerintem Berlint nagyon-nagyon lehet szeretni, aki idejön, itt lakik, vagy eltölt egy-két-három hetet. Nekem nagyon tetszik önben, attól függetlenül, hogy Németország az nagyon-nagyon hátul van a rangsorban nálam, de Berlin az valamilyen egészen elképesztően jó város lehet, főleg a fiataloknak. És azt nem mondtam még, hogy a csajok eleken. Hát milyen csajok vannak itt Berlinben? Nagyon durva. Mindegyiket szeretni lehet. Olyan jól néznek ki. Aranyosak. Nagyon különlegesen vannak felöltözve. Egyik így, másik úgy. Ide költözök. Egyszer újra fiatal leszek. Hát jó reggelt kívánok mindenkinek, sok szeretettel Berlinből, és majd már inkább Berlinnek külvárosából, Schöckenlifferstrasse-ről, a Triftwegből, tököm se tudja miket ír ki ez a kurva GPS. Megígértem, hogy nem fogok csúnyán beszélni, elnézést kérek mindenkinek. Től ma próbálok odafigyelni, jó? Mert mondják, hogy nézik gyerekek is az adást, és hát oda kell figyelnem erre, úgyhogy elnézést kérek mindenkinek, hogyha kijött egyszer-kétszer a számon a csúnya szó, de hát én nem vagyok ilyen álszent, vagy hogy mondjam, tehát én szoktam káromkodni nem is kicsiket, hogyha úgy alakulnak a dolgok, valahogy így kijön az emberből a feszültség, és akkor megnyugszik, és van olyan is, hogy nem is veszem észre például a vágásnál, hogy ha benne van, tehát nekem olyan természetesnek tűnik, de próbálok odafigyelni, kivenni, kisipolni, vagy kinútolni az egészet, hogy ne hallatszódjon. Hát Berlin után sikeres kamper cipő volt, után az érdekesség, hogy a spanyolok voltak különben a boltban az emberkék, mind a kettő spanyolul beszélt, illetve jött, volt bent egy hölgy, egy lányka, aki cipőt próbált,
És ő is oda ment a pulthoz, aztán spanyolul beszéltek. Tehát olyan, mint egy ilyen spanyol negyed lett volna ez itt Berlinben. Vagy csak a spanyolok járnak oda cipőt venni, de az is sem tudom, hogy ez a Camper, ez egy spanyol cipőmárka. Na, tököm se tudja. Nem tudom, hogy hol voltam. Az a lényeg, hogy megcsináltuk, leraktuk, úgyhogy túl vagyunk rajta. Két nap töketlen száguldás után 2050 kilométert teljesítettünk. És akkor most egy remek alvás után éjszaka, péntek van, 10-20-valahányadika. Most meg kell néznem, 7-e van, október. Október 7 nagy szocialista forradalom. Nem ez volt? Nem tudom. Na mindegy. Megyek rakodni 300 kilométer innen egy felrakóm és visszarepülök Spanyolországba. Méghozzá nem tudom, hogy hova, mert nem ismerős nekem. Sant Andreu du la Barca. Én ezt szerintem besorolom oda Barcelona és Valencia közé valahova, tehát a földközi tenger felé fogok menni. Hétvégi rohanás van, hétfői lerakom, úgyhogy most akkor eltoszogatom magam minden Berlinből. Niederwürschnitzbe. Hát ez hét német. Niederwürschnitz. Az anyám úristenit. Csáva meg a sinen sétál. Na jó, gyerekek, menjünk, jó? Elvésztem, és egy kicsit megítem a papírokat, úgyhogy túl nagy baj nem érhet. Jó volt ez a Berlin? Hm? Látványos volt? Hm? Katonai Trabant, hát beszarok rajta! IFA! Oda néz, katonai IFA! Na, hát megkaptam. Kettő palettát kaptam, icipici paletta, nagyon érdekes, nem túl nagy. De 900 kiló, mi a tökön van benne? Arany? Lehet aranyat viszek, csak nem merik megmondani. Kurva nehéz halad ez a két kis paletta. Na, hát akkor, ha minden igaz, és az égiek úgy szeretnék, és úgy kívánják, és megadatik, akkor Montserratnál meg fogok tudni állni, ami nekem nagyon-nagyon régi álmom. És meg tudom nézni a hegyekben fönt az apátságot, hogy nem is tudom mi, utána nézek majd, hogy mi van ott. Az a lényeg, hogy nagyon nagy turista központ Barcelona környékén a Montserrat. Ez a cél, hát még most csak Németországban vagyok, de ha sikerülne vasárnap időben odaérnem, akkor meglátogatom. Jó? Na, utazzunk akkor, menjünk Spanyolországba. Hát gyerekek, megálltam egy kicsit pisilni, mert azt is kell néha, de az van, ugye, hogy Németországban nagyon sok helyen az autópályán ki van rakva, hogy autópálya, vagy autóbán kirhe, és most itt a pisilésnél észrevettem, hogy itt meg ki van rakva az, hogy autóbán kapelle, kápolna, és úgy döntöttem, hogy én ezt most elmegyek és megnézem, hogy miről szól, nem tudom milyen messze van, Heilbronn, faszán össze van ragaszgatva, lenne matricám, én is raknék egyet oda. Na, szóval elmegyünk erre, megnézem ezt az autóbán kapellét, hogy miről szól, mert nem tudom, gyerekek, mi ez, hogy autóbán kapelle. A nagyon keresztények megállhatnak itt az autópályán, és gyorsan nyomhatnak egy imát, elmorzsolhatnak egy imát, vagy esetleg van bent egy pap, aki megáldja az utazókat. Tényleg nem tudom, hogy miről szól ez az autóbán kirhe, pedig rengeteg van Németországban.
Hát mondjuk Magyarországhoz képest rengeteg. Közben nézem az autót, jó helyen állok el, hát ott parkolok, nincs mellettem senki. Úgyhogy remélem nem valami buzi tanyában, bocsánat. Ide van kiírva tábla, hogy Öffring-Böffring, Keine Winterdienst, Dieser Wegwirt Beigeschenk Löde Böde. Nekem sem tudja, egy szót nem tudok németül, gyerekek. Csak az, hogy Schöne meg Kleine. Azt akartam mondani, hogy remélem nem valami ilyen olyan tanya, ahol azok a csúnya bácsik vannak és egymásra várnak, mert akkor tökön szúrom magam. Az előbb láttam két férfit itt sétálgatni, és ilyenkor felmerül bennem a gyanú. Hát nem tudom, hol van. Most ez messze van, akkor nem sétálok tovább. Tökön, az nem volt arról szó, hogy erdélyi séta lesz. Ugye ott van az autópálya, ott megy kint. Ott mennek az autók, látszott? Ott megy, na most a kamion, na ott ment el. És akkor erre kell elsétálni, ha minden igaz. Itt is mutatja a tábla, és zárva van a kapu. Hát ez nagyon jó. Akkor nem sikerült az attrakció. Mert hogy akkor nem tudom, hogy hol van a templom. Hát akkor minek van kirakva a tábla? Jó, ott van a tábla, el kell menni balra. De az is lehet, hogy nyitva van a kapu. Azt nem tudom, de én már többet nem sétálok el, úgyhogy most sem fogjuk meglátni, hogy néz ki ez az autóbája templom. De különben ez, nem tudom, most már megnézem, hogy itt van-e, vagy így. Nyitva van, be lehet menni, látod? De most odáig sétáljak el, itt van a tábla, látod, hogy el lehet odáig menni. És az mekkora szopás lenne, hogy ezen bejövök, és valaki idejön és belakatolna, és nem tudnék visszamenni. Föl kéne másznom ott. Gyerekek, miket csinálok itt most? Hol van az autóbán kapelle? Kinézek erre. Az is lehet, hogy 10 km séta, nem? Hát én nem megyek el arra, bocsánat. Jól lenne tudni, hogy mi van ide kiírva. Most gyorsan elolvasom nektek azt, aki tud németül, azt fordítsa le magának. Die Treppe. Na, hát így, akkor meg látod is. Die Treppe wird bei Schnee und Eis glatte. Wetter geranumt noch best raut. Belücünk auf eigene Gefahr. Ah, tököm, gyerekek. Jó van, megyek vissza. Hát ez jó sikerült. Jó van, a Gertrád meg beolajozhatná ezt, mert nyikorog. Gyerekek, hát ez sem sikerült. Jó van, akkor ennyi volt. Majd legközelebb olyan kírhét keresek, ami közel van a parkolóhoz. Úgy most azt gondoltam, hogy tök jó közel van, kapóra jött, megnézem. Bocsánat, elnézést mindenkitől, úgyhogy lukra futottam, ennyi volt. Lassan besötétedik, francia határ előtt megállok, nem megyek tovább ma. És akkor holnap leküzdöm Franciaországot. És vasárnap meg akkor spanyol rész. És ha minden igaz, akkor vasárnap tudok majd kirándulni. Egy kis pihenő, meg ki kell dobnom a szemetemet, meg le kellett mostani az ablakot, mert természetesen elütöttem három szerencsétlen bogarat, de az egyik az pontosan a kamerába csapódott bele, úgyhogy talán ha lenne olyan verseny, hogy üssünk el úgy bogarat, ami pont kitakar mindent a kamerából, azt szerintem megnyerném. Na, kiszállok, azt kidobom a szemetemet, mert van itt egy szemetes. Akkor mutatok azért valamit. Méghozzá ilyen egészen francia sajátosság. Biztos emlékeztek, mutattam egyszer nektek, hogy csatorna hálózaton átmegy a hajó a hídon, tehát hídon közlekedik a hajó. Na most itt hajó nincsen, meg híd sincs, viszont vannak ilyen fasz a kis csatorna hálózatok, itt a kuka, ahova kidobom a szemetemet. Így, nem? Itt parkolok, ez nagyon aranyos kis városka, vagy falvacska. De ezt akarom mutatni, látod ezt a vizet? Hihetetlen kilométereken keresztül, sok-sok 10-20 kilométeren keresztül ilyen csatorna hálózat szeli végig ezt a részt itt Franciaországban. Nem tudom, hogy ebben lehet-e horgászni, vagy lehetne-e horgászni. Van ott egy fasz a templom, látszik? Ott. Itt fogok átmenni a városkám. Na, szóval csak ezt akartam
ugye itt közlekednek a sétahajók, hogy itt szoktak közlekedni ezen a csatorna hálózaton, és vannak ilyen zsilip rendszerek, ami ott látszik, és az felemeli a hajót, illetve leengedi a hajót, mert szintkülönbség van a csatornák között, és a két zsilip közébe áll a hajó, és vagy kiszivattyúzzák, vagy beszivattyúzzák alá a vizet, és akkor ez így fölemelkedik, meg leemelkedik, és akkor lehet, hogy akkor tud tovább menni. Milyen aranyos kis régi, nagyon régi francia házak és birtokok, minden, ami a borról szólhat, az itt megtalálható ezen a környéken, ide is kinézünk. Itt vagyok különben, ez a városka Deune, nem tudom, ide mi van kiírva, de a Deune városkában vagyok. Lehetne ebbe fürdeni? Szerintem ez mély a hajók miatt, nem? A fene se tudja. Élőlényt nem látok benne sehol sem. Senki sem úszik benne, semmi sem, sincsen. Ja, ott vannak ilyen vízipókok, vagy mik azok, ami igazából nem vízipók, hanem molnárkák. Na hát igazából ennyi, akkor ugye kidobtam a szemetemet, aztán megyek tovább. Megnézzük ezt a kis városkát, átmegyünk rajta. Mindjárt megnézem, hogy hol vagyok különben, mint Franciaországban. Dijont kikerültem most nem arra mentem, amerre szoktam jönni. Nem tettem egy ilyen kis kitérőt. Jön-e autó? Meg jönnek autók, azt megvárjuk. Be tudjak szállni a kocsiba. Ja, azt írja különben, hogy október 9-e, az szerintem holnap van. Holnap van kirakadóvásár, meg ilyen brokante, mi ez a... bolhavásár, meg állatvásár, meg mindenféle ilyen házi készítésű dolgok, amit háznál csinálnak, sajt és ilyenek. Az lesz holnap. Hát pont nem sikerül akkor nekem itt most megnézni, mert hogy... Hát azt nem tudom én megvárni holnapig itt ülni, mert holnap már Spanyolországban szeretné sétálgatni a hegyek között. Na pontosan itt vagyok, látod, a Saint-Léger-sur-Deune. Itt van a csatorna hálózat, remélem látszik. Miről akarok beszélni? Ugye az előbb itt álltam meg valahol, ott, de most eljöttem egy kicsit arrébb, és hát pont látszik, itt vannak a hajók, amiről beszéltem. Gyorsan kiugrok, nem jön senki sem. Talán. És akkor átfutok ide, megmutatom nektek ezeket a hajókat. Na, figyelj, hát itt vannak, ezt nézd. Ezek a sétahajókák, de az is lehet, hogy ezek nem sétahajókák. Hát én ezt most nem tudom, de hát ott van a Lokabot Holidays. Lehet, hogy ki lehet ezeket bérelni, vagy csoportosan fel lehet rá ülni. Fogalmam sincsen, de nagyon hangulatosak, és nagyon jól néznek ki. Ja, és akkor amiről beszéltem, csatorna hálózat, az meg itt van végig a városon keresztül kasul. Nagyon aranyos és hangulatos az egész. Jól néz ki. Faszántos, mi? Hát nem a mi világunk, ugye ez teljesen más.
Nálunk ilyen nincsen, főleg ott, ahol én lakom, ott csak erdő van, meg traktor. Ilyen víz, hajó, az nincsen, meg tenger se. Na, akkor még készítenem kell egy fotót. Mindenkinek Lahong Gérából, a Dzsungiból. Egy gyors fogmozás következik. Szia Szili, jó reggelt! Szia Hó anyó! Mi a helyzet Szili? Mi jó csinálsz? Pihengetől? Megjött az Elló, még fő se kertem, de már karattyol nekem a Maci az Ellón. Aki teheti, jöjjön az Ellóra beszélgetni, mindjárt válaszolok neki. Itt alszik mellettem Anna Mari. Mondta, hogy ő Olaszországban megy, és itt fog aludni. Ahol én meg tankolni szoktam. Hajnal kettőkor megálltam, és most ketten fő, 8:30-kor. Úgyhogy mindjárt beköszönünk neki egy jó reggeltre. Na figyel, megskubízzuk Anna Marit, figyelt, mikor vannak itt White Cat. Leellenőrizik az autóját, gyorsan mindent. Jó reggelt! Figyeld, egy nő. Na mi a helyzet, Marcsa? Rendet raktam a kuplerájban. Hol a kávém meg a tortám? Tortát ilyet tudok adni, ez nagyon finom. Rizs, de szeretem. Uh-huh. De nem kérek reggel, ez mit csinál itt? Nem. Kávézni, meg kávézni. Nem volt itt az ember. Uh-huh. Hogy? Bemegyünk kávézni ide? Kenguru. Ez a cég ajándéka? Nem, az nem kenguru. Ja? Az egy motka. Ja, tényleg, bakker. Hát azt hittem. Azt hittem, ez az. Eskubiz meg, hallod, ez lakóautó, hallod, nem munkás járat. Egy darab por nincs benne, hát én meg sem merem mutatni az enyém, milyen komoly ágyad van. Van itthon valaki? Nincsen. Ja? Nem ment fanyóba. Mekkora gumicukrod van? A kilós. Azt a kurva. Hát ez ilyen 3 euró benne az izébe. Itt vetted most? A Szolba. Ja. Ezért meg a Szolba ezért. De a Szol az olcsóbb, mint ez a Tramantut, ahogy mi a tökem. Mindig ebben járod, akkor be fogok nézni. Ezt a nedves törlőkedőt. Ilyen nagy. Ez ilyen nagy, és olyan finom. Mi, meg kell enni? Na. Azt a kurva, ilyen nagy. Ilyen nagy. De jó, az ennyi, én vettem most ilyen kis pici szalot. De tényleg olyan finom. Krémes. Ja, ilyen krémes.
Na hát a reggel ugye Anna Marival kezdődött, meghívott egy kávé, nagyon szépen köszönöm, beszélgettünk egy, hát egy 10-20 percet, úgyhogy Anna Mari ment Olaszországba, én megjöttem tovább, köszönöm szépen tényleg Marcsa a kávét. Aztán elindultam Montserrat felé, és rám írt Pék Tami, hogy jön szembe velem, összetudunk-e futni, szívesen venne egy mágnes tőlem, és közben beszélgetnénk egy keveset, mert egy éve találkoztunk, úgyhogy ez is megtörtént, készült fotóm. Jaj, hát persze, hát az Anna Marival is készült fotó, közös is, meg ő is csinált, úgyhogy jöjjön egy egyveleg róla. Na, úgyhogy így állok, úgy állok, most megérkeztem ide, képzeljétek el, úgy elkeveredtem itt a hegyekbe, hogy rossz koordinátát adtam meg a GPS-nek. Ezt halkan mondom, és össze-vissza variáltam itt a kis falvakban.
Elcsesztem. Na mindegy, most meg vagyok az Aerinél, ami a dobozka, ami fölvisz a hegyre itt Montserratnál. Nagyon-nagyon félek a magasban, úgyhogy nem is tudom, hogy fogom tudni azt leküzdeni, hogy engem fölvigyen oda. Nyilván gyalog nem megyek föl több száz méter színkülönbséget. Ja. Föl kell oda menni valahogy, bakker. A gyerekek, felérkeztem, a látvány az bődületesen, csodálatosan szép. Én nem mondom, hogy nem féltem, még kiszállás után is remeg kezem, lábam. Na, megyünk följebb, akkor megnézzük ezt a kolostort. Éjtede!